Április 30-án megkezdődött a Művészetek Kertje Gödöllő 2015 elnevezésű idei kulturális tematikus év a Gödöllői Királyi Kastélyban is. A kert tematikájához kapcsolódóan Szinnyei, Munkácsi, Székely és tájképfestő kortársaik címmel megnyílt új időszaki kiállítás azoknak a magyar művészeknek munkáit mutatja be, akik szembefordultak a szigorú akadémiai szabályokkal és meghatározott témák helyett a mindennapi életben látott tematikát festették. A kastély lovardájában megtartott megnyitón dr. Gémesi György polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a tematikus évek között ez a mostani Gödöllő természethez való viszonyát is tükrözi. El Simon László, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára megnyitó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tárlaton szereplő művészek, ha áttételesen is, de hozzájárultak a magyar művésztelepek megszületéséhez. Azok a művészek, akik ezen a kiállításon is megjelennek, olyan művek létrehozására voltak képesek, amelyre nagyon kevesen abban az időben. És az ő munkásságuknak nem csak a ma is ezen a kiállításon is látható, fantasztikus értékű képekben érezzük a hatását, hanem annak a művészettörténeti folyamatnak a megindulásában is, amely tulajdonképpen elvezetett a magyar művésztelepi rendszer megszületéséig, amelynek egyébként Gödöllőn is, itt a térségben is egyértelmű hatása, eredménye volt, ahogyan igazgató úrtól hallottuk a mai kiállításon is, két ehhez a vidékhez, ehhez a városhoz kötődő alkotó munkáit is láthatjuk. A szabadban való vagy plenér festés legjelesebb magyar alkotóinak 1870 és 1915 közötti életszakaszában készült művek olyan helyszínen mutatkoznak be, ahol ez az időszak kiemelt jelentőséggel bír. A Gödöllői Királyi Kastély ekkoriban a királyi család kedvelt pihenőhelye volt, ami egyben a kastély történetének második fénykorát is jelentette, mondta el Gönczi Tibor, a kastély ügyvezető igazgatója. A kiállítás ízelítőt ad azoknak a magyar művészeknek a munkáiból, akik ehhez az új stílus irányzathoz csatlakoztak. A kiállítás képanyagának összeállításakor ragaszkodtunk ahhoz, hogyha kifejezetten a Gödöllői Kastélyhoz nem is, de Gödöllőhöz vagy környékéhez kapcsolódó alkotók és művek helyet kapjanak a bemutatott anyagban. Így örömmel jelentem, hogy a kiállításban jelen van művével Körösvői Kriss Aladár és Nagy Sándor, a Gödöllői Művésztelep alkotói. A több mint 30 alkotás között a Szadán eltemetett Székely Bertalan festményeit is megtalálhatják a látogatók. Az időszaki kiállítás augusztus 30-áig tekinthető meg.